Jó estét kívánok, tehát Molnár Gyula az első vendégünk, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És egy másik Molnárt idéznék, ha nem baj, Molnár Zsolt mondta ugyanis nem olyan régen, február elején, hogy a jelenlegi választási rendszerben szerinte megkerülhetetlen a DK-val való együttműködés, esély sincsen nélkülük a választókerületi győzelmekre, és nem érzelmi kérdés, hogy a DK-nak és a tőle elválaszthatatlan Gyurcsány Ferencnek szerepe van az együttműködésben. Akkor most a szocialista pártnak mi az álláspontja Gyurcsány Ferenc kapcsán? Mert hogy Botka László ugyebár, mint tudjuk, nagyon nem ezt mondta szombaton. Igen, szép jó estét kívánok. Nagyon sok mindennel készültem, de pontosan tudtam, hogy ez lesz a meghatározó téma a mai napon. Szerintem olyan helyzetben vagyunk, hogy most szinte minden állítás a valamilyen részigazságokat tartalmaz. Szerintem az a feladatunk, hogy ezekből megtaláljuk azt, ami a legjobb, a leghatékonyabb és leginkább eséllyel kecsegtető megoldás. Akkor, bocsánat, másképp kérdezem, az menjük egy önnel viszont egyeztetett kérdés volt, hogy Botka László neki fog menni szombaton Gyurcsány Ferencnek? Tehát amit ebben a témában ő mondott, és nyilván ön pontosan tudta már aznap is, hogy ez most egy darabig meg fogja határozni a diskurzust a szocialista párt kapcsán és a választás kapcsán. Tehát, hogy ezt ön előre tudta, jóvá hagyta, így gondolja maga is? Igen, abszolút. Gyakorlatilag nem szombaton kezdődött el ez, hogyha ugye figyelték a pulpitust, amiről beszéltünk, ott egy új esély felirat volt látható. Én magam így gondolkozom, és ebben maximálisan együtt haladunk Botka Lászlóval. Ez pedig az, hogy az, ami nekünk megvan, az a 1 millió valamennyi szavazó, az azt gondolom, hogy stabilizálható, és az a kérdés, hogy lehet-e többlet szavazókat hozni. Botka László főleg ezzel foglalkozott a beszédével, mondhatnám azt is, hogy ha szereposztásokat kell majd itt nekünk választani, akkor ő neki lesz az a dolga, hogy hozzon új szavazókat, nekem pedig az a feladatom, hogy a lehető legszélesebb kört próbáljuk meg e körül összehozni. Én azt értem és érzem, hogy itt a fővárosban, meg bizonyos értelmiségi körben ez ma nagyon nagy visszhangot váltott ki. Várjuk már meg azt, hogy mi lesz ennek majd a általában a fogadtatása. Nekem ma volt néhány pillanatban kifejezetten jó érzésem és kellemes pillanat, mert olyan elemzők, akik szerintem mióta én MSZP elnök vagyok, nem írtak le még ennyi pozitív jelzőt, meg jó mondatot a pártról. Ők azt mondják, hogy nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Én is azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Ez egy ajánlat. Ez egy mondat arra, hogy mi hogyan gondoljuk az egyeztetést. Hallgassuk. Az ajánlat úgy szól, hogy a DK-val igen, Gyurcsány Ferenccel nem? Így ez van. A lényege? Így van. Tehát mondjuk azt, hogy legyen annyi bölcsesség valakiben, és egyébként megmondom őszintén, minden tiszteletem ebből a szempontból Gyurcsány Ferencé, aki egy nagyon korrekt és kulturált mondatot válaszolt, ugye, ha jól értettem a Facebookján. Tehát azt mondom, hogy azt végig kell gondolni mindenkinek, hogy hogyan jutottak el nagyon sokan mondjuk a közös lista, közös jelöltről, a koordinált indulásig, a közös jelölt, de külön lista gondolatáig. Ezek nem győzelmi forgatókönyvek. Mi azt mondjuk, hogy van egy győzelmi forgatókönyv, ami lehetőség szerint minél szélesebb körben egyeztet, összefogja egyéni körzeteket és a listákat, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezen a listán olyan összeállítást tenni, ami nem visz, hanem hoz. Ez az egyszerű dolog. Én szívesen meghallgatom azt, hogy hogyan gondolkoznak erről a barátaink. Tehát, ha figyelte az én beszédemet is, én végig arról beszéltem, hogy a vasárnapi ebédet újra nyitjuk. Asztalat rúgdosát szerintem érdemes befejezni. Tehát most ezért inkább az asztal fölött rúgtak egyet? Nem, azt akarom mondani, hogy és azért is vállaltam ezt a műsort mindenképpen el, hogy én magam is elmondjam, hogy fogunk tárgyalni, fogunk egyeztetni mindenkivel. Nagyon szeretném, ha arról is beszélnénk, hogy mit gondolnak arról a szerintem nagyon markáns gondolatsorról, amit Botka László fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy milyen egészségpolitika, milyen oktatás, milyen szegénységpolitika, milyen gazdaságpolitika legyen, és beszéljünk technológiai kérdésekről, csak az a bajom, hogy az emberek jelentős része, én, amikor az elmúlt pár hónapban mindig belekeveredtem ebbe, akkor azt mondták nekem utána, hogy ha ezt nem fogjuk befejezni, akkor egyszerűen el fognak tőlünk fordulni, és más megváltót keresnek maguknak, miközben abszolút úgy érzem minden nap az utcán, hogy ha lenne valaki, akiben lehet hinni, akkor az emberek leváltanák ezt a kormányt. Többen vannak ma, akik változást akarnak. Nézzük meg, hogy mi az a maximum, amit össze lehet ebből rakni. Én értem, hogy ez senkinek nem tesz jót, hogyha állandóan arról van szó, hogy ki, kivel, miért nem, stb. De ha már ön az előbb arra utalt, hogy Gyurcsány Ferenc milyen visszafogott választ adott erre a szombati hadüzenetnek, azt hiszem mondhatjuk azért azt, akkor ő egyébként szó szerint azt írta,
hogy a választók majd eldöntik, hogy kinek van helye a demokratikus magyar közéletben, és ő választóként Botkának is helyet adna, sok sikert kíván neki. Ez tényleg szépen hangzik, de azért gyakorlatilag azt jelenti, hogy köszöni szépen, akkor a DK külön listán fog indulni, külön nem egyeztetve önökkel, és egyelőre nem látszik, hogy bármelyik másik ellenzéki párttal sokkal jobban állnának, hiszen a többiek sem akarnak közös listát. Van, aki már egyértelműen ki is szállt az előválasztásról, tartott egyeztetésekben, tehát egyelőre az látszik, hogy ha csak az MSZP saját népszerűsége nem kap szárnyra, és ebben a témában valóban kaptak dicsérő mondatokat a nemzőktől, de hogy akkor a jelenlegi választási rendszerben ez nem működhet igazán, hiszen sok-sok külön indulóval egymástól fogják elvenni a választókat. Akkor mi ebben a forgatókönyvben? Szerintem ő most pontosan és helyesen összefoglalta azt, hogy mi a helyzet, és ehhez képest én most azt mondom, és ezt mondjuk Botka Lászlóval szerintem közösen, lehet, hogy hangsúlyok máshova tevődnek, pont azt mondjuk, hogy elfogadjuk-e azt az egyszerű alapállítást, hogy van nagyobb ellenfél, mint az, hogy egymással harcoljunk. Nagyobb falat-e az, hogy Orbán Viktort le kell váltani, a Fidesz le kell váltani Magyarországon 18-ba, mert egyébként akkor egy egész más ország lesz itt. Ha ez így van, akkor nézzük meg azt, hogy ki miben tud engedni, ki miben tudja feladni azt az értéket, vagy azt, amit fontosnak tart, hogy ez egyébként létrejöjjön. Én akkor azt kérdezem meg most tényleg, már sokat szor, ezt tárgyalásokon már feltettem, de belső beszélgetéseken, hogy van valami baj Botka Lászlóval? Miért nem nyilatkoznak arról, hogy Botka László elfogadható-e vagy sem? Ez az egyes állítás. Van 106 név a 106 körzetben? Akkor tudnánk beszélni arról, hogy tényleg van szükség előválasztásra, vagy lehet, hogy a 106 helyen olyan kiválóan kiegészítjük egymást, hogy ez tökéletes. Van valami baj azzal a tételsorral, amit mi leraktunk? Mert ezekről kell nagyon gyorsan tárgyalni. Ha figyelte, én is azt mondtam, hogy a végtelenség nem fogjuk ezt húzni. És egy interjúban azt is elmondtam, hogy azt soha nem mondtam se én, se Botka László, hogy a közös lista az a mindenki listája lesz. De aki ebből kimarad, egy adott ponton, az számot kell azzal vetnie, vagy mondani kell valamit, hogy ő miért nem állt ebbe bele. Az egy más kérdés, amit ő mond, ha vége az lesz, hogy mindenki más összeáll, csak mi vagyunk külön, az egy teljesen új politikai helyzet lesz, de ha oda érkezünk, ígérem, hogy azt is fogjuk elemezni, és lesz rá válaszunk. Ugye ezt a költői kérdést tette fel, hogy van-e valami baja valakinek Botka Lászlóval. Mondjuk itt az ATV-ben ma reggel Gréci Zsolt elmondta, hogy nekik mi bajuk van Botka Lászlóval a hétvégi beszéd alapján, ahol Botka László azt is mondta, hogy a 2010 előtti kormányzat balfogásaiból kell levonni a következtetéseket, a tanulságokat, és megtagadta ezt az időszakot is, és azt mondta Gréci Zsolt, hogy hát történetesen Botka László végig jelen volt minden fontos állomásnál ebben a 2010 előtti történetben, 94 óta parlamenti képviselő, soha semmi ellen nem tiltakozott. Látványosan megszavazta a Bokros csomagot, Megyesi Péter úgynevezett osztogatásait, a 13. havi nyugdíj elvételét, amiért azóta is sok kritikát kaptak a szocialisták, amikor Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért maga ellen, akkor megszavazta a bizalmat Gyurcsány Ferencnek, és 2014-ben még választmányi elnökként Gyurcsány Ferenccel közös indulást is kért. Tehát Léci Zsolt szerint ez hiteltelen. Nem, én azt gondolom, ez egyáltalán nem hiteltelen. Itt azt mindannyian érzékeljük, hogy nem elég azt mondanunk, hogy le kell váltani ezt a jelenlegi kormányt, hanem arról is kell valamit mondanunk, hogy egyébként, hogyha hatalomra kerülnénk, akkor visszatérnénk a 2010 előtti politikai stílushoz. És én tényleg mindenkit kérek, mert látom ezeket a megnyilatkozásokat, hogy mint arról lenne szó, hogy kidobnánk a kukába mindazt, ami történt az autópályépítéstől kezdve bármilyen fejlesztési dolgunk, nem erről van szó. Az emberek már nem így mérlegelnek, az emberek egy stílusra mondta 2010-ben nemet, és akkor azért lássuk be, egy elég komoly vereséget szenvedett az akkori baloldal. Ezt visszahozni, vagy ezt bármilyen módon azt ígérni, hogy ez a stílus folytatódik, ez szerintem öngyilkos politika lenne, ezt nem is fogjuk válni. Ennek ellenére én azt mondom, hogy ne így állítsuk be ezt a dolgot, hogy mi ezzel kidobnánk a kukába mindazokat az eredményeket, amik voltak. Egy politikai stílusváltozást javaslunk. Mit ért a stílus alatt? Embereket? Hát, például amikor így fogalmaztak most a hétvégén, hogy a szavazókra szükség van, de nem minden politikusra? Hát meg kell szabadulni nem csak Gyurcsány Ferenctől, de még az MSZP-n belül is azoktól, akik emblematikus alakjai voltak ennek az időszaknak, és az ő stílusuk az, ami nem tetszik a választóknak? Ez szerintem pont az a kérdés, amit rá kell bízni a választókra. Itt önök beszéltek erről a hétvégén, és azt mondták, hogy ezzel akarják elnyerni a választók bizalmát, hogy
megszabadulnak ezektől az emberek? Igen, igen, szerintem akkor elmondom az alappolitikai tételt. Az a kérdés, hogy marad-e ez a hatalom. Ma 35% az embereknek úgy gondolja, hogy jó fele megyünk. Az a kérdés, hogy megyünk-e még radikálisabb irányba. Ennek is van ma egy 10-12%-a. De itt van egy számtalan bizonytalan ember, aki azt gondolom, hogy másfajta megoldásra vár. Az a kérdés, hogy ennek találódik-e valaki, aki megjeleníti, én azt gondolom, hogy erre már kevés az idő, akkor itt vagyunk mi, és azt kínáljuk nekik, hogy tanultunk a hibáinkból, a sajátjainkból és a másokéból is. Hogy ezt most itt mi ketten itt megvitatjuk, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ez így elég kevésnek tűnik, nem lesz hiteles. Én azt mondom, hogy nézzük meg, fogunk ezzel kapcsolatban mondatokat mondani. Nem, én egy konkrét kérdést tettem föl, tehát hogy azt mondják, hogy Botka László az az ember, Botka László igen, de azt is mondták, hogy ez egy homályosabb célzás volt, hogy bizonyos emberek pedig nem, hogyha önök stílust akarnak váltani, akkor olyan embereket akarnak így aztán maguk mögött hagyni, akiknek meghatározó lehetett a stílusa. Olyanokat, akik most is magas szinten politizálnak az MSZP-ben? Én ma mégis azt mondom, hogy Botka László az a szocialista politikus, aki szerintem legtöbbször nyert választást. Tehát bármilyen szempontból azt mondani, hogy egyszer-egyszer szavazott úgy, és most ő azt mondja a beszédében, hogy elnézést kérek azoktól a szavazóktól, akiket ezekkel megbántottunk, és higgyék el, hogy mást fogunk másképp csinálni, akkor ez szerintem ön vagy bárki azt mondja, hogy hiteltelen, ez az egyik állítás. De nem ezt mondtam, teljesen más mondanak. Kérdeztem, bár értem, hogy erre nem szeretne válaszolni, na de hát nem én dobtam ezt a kérdést, hanem önök a hétvégén. Azt mondják, hogy MSZP-s politikusoktól fognak megválni, nem, ezt akarom mondani, hogy azt ne is várja tőlem, mint MSZP elnök, most akkor benyúlok a zsebbe, húzok egy listát, és akkor nézzük, hogy ki az, akinek nincs ott helye. Nem erről van szó. Nem vártam ilyet, de hát azt mondták, hogy minden demokrata szavazó szükség van, de nem minden politikusra. Mondták abban a gondolatkörben, hogy a 2010 előtti hibák, meg a stílus, meg az arrogancia. Így van, de erre még én azt mondom, én vagyok az MSZP elnöke, összerakjuk a 106 egyéni körzetben a jelölteket, fogunk foglalkozni azzal, hogy kinek milyen szerepe van, nem lesz olyan helyzet semmilyen szempontból, hogy itt a nyilvánosság előtt megvitatjuk, hogy ki az, akire ebből a szempontból gondoltunk, nincsenek is ebben konkrét nevek, még egyszer mondom, csak azt jelezte Botka László, hogy mást és másképp fogunk csinálni. Értem, és ez lehet, hogy összefügg azzal, amit ön mondott, hogy vannak, akik az ezüstéremmel is megelégednének, de érteni és érezni vélem, hogy nem fogja most úgysem megmondani ebben a tekintetben sem, hogy kikre gondolt. Viszont talán elárulja azt, hogy igazat mondott egy Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta itt ebben a műsorban nemrég Rónai Egon kollégámnak, hogy beszélt önnel telefonon, miután kirobbant ez az összeesküvés történet. Ő állította, hogy Lengyel Lászlónál volt egy összeesküvés ő ellene, és hogy ön elismerte neki telefonban, hogy volt ilyen találkozó. Valóban az volt a cél, hogy őt kiszervezzék az összefogásból, és azt is mondta neki ő szerinte, miközben nagyon korrekt és normális hangnemben folyt a beszélgetés, hogy ön szerint ezt elrontották. Hát hallottam erről, én nem hiszem, hogy az egy jó politikai irány, hogy egy bármilyen szempontból telefonbeszélgetéseket interpretálunk úgy, hogy ráadásul a másik fél ebből a szempontból nem tud erre reagálni. Most hát de most itt van, hogy reagáljon. Így van, nagyon-nagyon rossz iránynak gondolom. Beszéltünk Gyurcsány Ferenccel, ő már konkrétan mondta, hogy volt egy ilyen beszélgetés, én elmondtam, hogy igen, ilyen beszélgetés nem egyszer, nem többször volt, és mindenféle körben leülök beszélgetni, akkor arról lehet beszélni, hogy hogyan váltsuk ezt a kormányt. Soha olyan beszélgetés nem volt, ami arról lett volna, hogy hogyan lehet a DK-val szemben összerakni, vagy ővel szemben összerakni bármit. Különböző körök, különböző módon egyeztettek. Azt pedig egyértelműen nem mondtam, hogy hibáztunk, mert hogy én vele is nagyon sokat beszélek, négy szem közt, másokkal is négy szem közt, és van, amikor öten, hatan és többen összejünk. Nyilván látta ezt a beszélgetést, Gyurcsány Ferenc nem mondott ezek szerint igazat? Hogyha most azt mondaná, hogy ez egy 75%-os igazságbeszéd volt, akkor fogalmazzunk így. Mert én azt a részét, hogy bármilyen szempont nekem magyarázkodnom kellene egy másik párt elnökének, hogy miért tárgyalok valakivel, ez szerintem egy súlyos tévedés. Tehát ez az ő szempontjából is egy súlyos szereptévesztés. Viszont akkor abban, amit ő elmondott, most lefordítom, amit az előbb mondott itt ön, abban 25% hazugság volt. 25% nem volt igaz. Utolsó kérdés sajnos, mert kevés az időnk. Mit gondol a Momentum mozgalom párt alakulásáról és színre lépéséről, és arról, hogy ők önálló jelöltet indítanak minden közben? Mindenképpen szeretnék gratulálni, mert nagyon jól éreztek meg egy politikai pillanatot. Ez a téma azt gondolom alkalmas volt arra, hogy magukat felmutassák. Én ma nem azt látom problémának, hogy kevés politikai párt lenne Magyarországon, de természetesen, ha ez a döntésük, akkor csinálják meg. Az igazság pillanata akkor következik el, amikor kell majd arról is szólni, hogy mit gondolnak a vidék Magyarországról, mit gondolnak adórendszerről, gazdaságról. Én ma azt mondom, hogy én teljes egészében nyitott vagyok, és készen állunk arra, hogyha szükségeltetik, akkor beszéljünk arról, ha ők tényleg kormányváltást akarnak, ezt a kérdést majd egyszer még tegyék fel saját maguknak, vagy együttműködő párt akarnak lenni a jelenlegi hatalommal.
Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.